Az elmúlt 24 órában több megyében is gondot okozott a havazás és a hóvihar, tájékoztatott ma a katasztrófa védelmi főfelügyelőség. Noha a hókotrók dolgoznak a főbb útvonalakon, az erőszél és a havazás miatt helyenként elhaladások után ismét jelentős vastagságú hóréteg rakódott le. A fennakadásokat okozó légköri jelenségek elsősorban a moldvai megyéket érintették illetve Brassó megyében a Barcarozsnyót és a Fogarast összekötő 73 A jelzésű országutat is. Torlódások voltak az országúton is a Prahova völgyén, de itt inkább a vakációzásra utazók nagy száma okozott gondot. A katonai tűzoltók segítségével 36 járművet szabadítottak ki a hófogságából, három esetben a hóban elakadt mentőautó szorult a hókotró járművek segítségére. A hegyvidéken szinte mindenhol jelentős mennyiségű hó hullott. A hatóságok arra intik azokat, akik útnak indulnak, hogy készüljenek fel a téli útviszonyokra. A következő napokban hideg lesz, belső edélyben napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet. A reggeli órákban a medencékben mínusz 15 fok alá is süllyedhet a hőmérők higanyszála, enyhe csapadék csak elszórtan várható.